tanultak a Liu testvérek a most hétvégi rövid pályás gyorskocsi a Európa bajnokságon Debrecenben. A magyar csapat összesen 4 arany és 3 ezüstérmet szerzett a kontinens viadalon. Kis csalódás csak amiatt érezhettek a szurkolók, hogy mindkét magyar váltót kizárták az utolsó versenyszámokban. A sikeres rendezéssel kapcsolatban üdvözlöm a stúdióban Kósa Lajost, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség elnökét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Ez nagyon jó volt, kihúzta egy picit magát, amikor... Igen, jó, egyébként teljesen jogos, jár a taps, jár az elismerés. Én nem tudtam ott lenni, csak tévén keresztül, videón visszanézve tudtam beleszippantani a hangulatába, ez egy kicsit némileg ellentmondás. Milyen volt ott? Én a pályán belül néztem. Hát akkor az extra. Olyan, mint amikor a Forma 1-et tévén keresztül nézem, mert hogy ott van a pályaszín. Összehasonlíthatatlan. Egyszerűen más, igen. Más világ. A leggyorsabb sebesség az 50 és 60 km. Ez egyébként tehát ez hihetetlen. Tehát saját erőből. Igen. A kanyar az egy 15 méter átmérőjű kanyar. Tehát ez 25 méteren fordulnak meg 180 fokot, ki lehet számolni, 2,5 és 3G-vel gyorsulnak a kanyaron, tehát ennyi a gyorsulás, ami a... És közben egyébként koncentrálnak, figyelnek, és figyeljék a többieket is. Átlag ember félúton a kanyar felén elveszíti az eszméletét. Nem, hát átlag ember nem tud megmaradni a kanyarban, és csak azt veszi észre, hogy a lába elszáll, és neki megy a palánknak. Megnézem, a palánk is különleges dolog, mert az egy 60 km/órás becsapódást mindenfajta probléma nélkül felfog, és mennek tovább. És a fiúk ezt tesztelték is sajnos. Meg a lányok is tesztelték egyébként, a szlovák kislány neki csapódott egy 45-tel, az újraindításnál már rajthoz állt. Ugye ezt tudjuk a Lius testvérekről, hogy elképesztően maximalisták, és mind a ketten azt mondták, hogy hát nem voltak a toppon. Ez ugye, igaz. Ugye Sanyi azt mondta, hogy hát ő nem érezte annyira jól magát. Mi lett volna, hogyha jól érzi magát? Ugye Ádó pedig azt mondta, hogy valami gerinc problémája volt. Ezer ötön a Sándor azért is csúszott ki, mert nem tudott, látszott rajta egyébként, ahogy mozgott, hogy már az előfutamokban is, hogy ott valami nem kerek neki tókerezen jutni. Ádónak meg hát meghúzódott az egyik hátizma, és azt fájlalta végig, látszott is a mozgásán egyébként, de jó, de ők ennyivel jobbak a többieknél, tehát az, hogy a sportág nagyágyai közül a bronzérmet nézegették a hollandok, az oroszok, szól, a németek, nincs olaszok. Nincs ezt mondhatjuk, Európán belül legalábbis. Hát a világ, szóval ez most a világ legjobb párosa, az kétségtelen. Ráadásul rendkívül szimpatikusak. Igen, ez nagyon-nagyon fontos egyébként. Igen. És még a kanadai főbíróval is, amikor kizárt bennünket, akkor is utána azt mondtuk, hogy... Szerintem a legjobb reklám ez a két srác ennek a sportágnak. Úgy világviszonylatban értem. A többiek is elképesztően jó. Persze, hát szimpatikusak, csak hát nekünk azért nyilván, majd legyünk vissza. Nem, a magyar válogatottban a Varnyú Alex, aki végigment az elfutón, nagyon jól ment. Bence, Szabó Bence, és a Krugerek is, ne felejtsük, hogy ők viszont tényleg sűrültek voltak, a John Henrynek eltört a lába szeptemberben, és most ugye már világszínvonalon a váltóban ment. Ő azért, de nem teljesen egészséges, de nagyon gyorsan épült, hogy ők eredetileg munkácsiak, ez a magyar történelem, tehát még a dédszülők munkácsi polgárok voltak, onnan mentek ki az Egyesült Államokba, és a srácok meg visszajöttek, mert azt mondták, hogy ez egy jó hely. Egy picit próbálja meg objektív lenni, és próbálja meg ezt kívülről nézni. Tudom, hogy nehéz, és lehetetlen kérek, de menni? Hogy nézi mi most? Mi vagyunk a legnagyobbak. Oké, másra gondoltam, ezt adom én is. Objektíven, tájszerűen. Oké, ezt adom én is, de másra akartam kérdezni. Ugyanis egyszerű a kérdés. Nyerte a férfiákban bárki aranyat rajtunk kívül? Nem. Oké, ezt adom, mást akartam kérdezni, hogy a szervezés, tehát hogy mit szól hozzá a világ? Hogy sikerült Debrecenben ez az esemény? És most tényleg próbáljon objektív lenni, mit mondtak rólunk? Hát én annyit tudok mondani, amit a versenyzők mondtak. A versenyzők azt mondták, hogy bármikor szívesen visszajönnek, ez a legjobb. Az Eszperi úr, aki a norvég alelnöke az ISU-nak pedig, azt mondta informálisan, hogy pályázok meg nyugodtan az olimpiai kvalifikációs világkupát Debrecenben meg fogjuk. Azért ez elképesztő elismerés, azt gondolom. Még arról egy picit beszéljünk, hogy... Tehát minden, ugye a háttérben van egy csomó nehézség, de mindenen pillanatok alatt megoldottuk, úrrá lettünk. A holland szakértő, aki a palánk, illetve ennek a szivacsrendszernek a felszerelését végezte, az
tehát a végkészítés előtt egy nappal megjelent egy nagy dűbele, hogy most itt belefut 18 lyukat a betonba, mert oda kell, mert egy új rögzítési pontokat kell kialakítani, ez 20 centivel vastagabb, mint a régi. Hát mondtuk, hogy ne fúrjon bele, mert elfúrja nekünk a fűtést, végünk van. Ezt tesztelték a hokisokkal? Igen. És akkor azt mondta, jó, de holnap hajnalban indulni kell a hűtésnek. Ugye először a betont hűtjük le, aztán az első réteg vizet, tehát ennek van egy, mondtuk, hogy ne aggódjon, reggelre oda lesz rögzítve. Felhívtuk egy ügyeskedő lakatos Debrecenből, olyan bajonettáros rögzítőrendszer talált ki, hogy a hollandosnak így nézett, és azt mondta, ezt mikor raktuk össze, mondjuk, ez most egyébként egy ilyen 65 éve szaki volt, aki ezt megcsinálta. Hihetetlen kreativitás csúcsra jár Magyarországon. Hát mondtuk, hogy látta volna, hogy a Trabant ékszírt hogyan alakítjuk ki női harisnyából, akkor ez még régi tudomány. Tehát én tudnék ilyeneket mondani, sajnos elfogyott az időnk, de ez nagyon jó végszakít. Végül vissza. Egyébként, hogy a lányok is nagyon jól szerepeltük, kicsit elizgulták a dolgot. A kanadai bíró őket is megfosztotta egy bronztól, ugye bennünket egy aranytól, de egyébként a versenyelőt elárom titokban, hogy azon vitatkoztunk, vagy tippelgettünk, hogy a kanadai 3 érmet veszel tőlünk, vagy csak 2-t? Vagy csak 1-et? Uh-huh. Elnök úr, még egyszer gratulálunk, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szeretettel.